Lényeges változások történtek az elmúlt időszakban a földforgalmi törvényeket illetően, ilyen például a 2022-ben hatályba lépett haszonbérleti díjfizetésekkel kapcsolatos módosítás. Korlátozta a készpénzzel történő teljesítést az 1 hektárnál kisebb földterületek esetében és a közeli hozzátartozók esetében, meg a CMT viszony esetében engedi a készpénzes fizetési módot, ellenkező esetben pedig a postai úton történő teljesítést, illetve a pénzintézeten történő, pénzintézen keresztül történő teljesítést teszi lehetővé. Minden ezzel ellentétes megállapodás egy szerződésben semmis, tehát hogyha egy bekezdés semmis, akkor nyilván az egész szerződés semmis. Erre szeretnénk felhívni a gazdálkodó figyelmét, hogy 2023-ban is a haszonbérleti díj fizetését postai úton, vagy pedig bankszámlára történő fizetéssel hajtsák végre. Ez nagyon fontos. Emellett megváltozott a helyben lakó fogalma. Életvitelszerű lakáshasználatot említ a jogszabály. Ez január 1-től élő módosítás. Itt igazából nem tudjuk még pontosan a gyakorlat hogyan fog kialakulni, de mindenképpen nagyon nagy szerepe lesz az adásvételi szerződés vagy haszonbérleti szerződés kötő személyi tartózkodási helyének. Én azt gondolom, hogy ezt megkötés előtt érdemes vizsgálni minden gazdálkodónak. A helyben lakó szomszéd fogalma is változott a tekintetben, hogy itt nem volt eddig időbeli korlát. A változás követően időbeli korlátot alkotott a jogalkotó, és mindenképpen akkor számít valaki helyben lakónak, hogyha legalább ez a szomszédsági viszony egy éve fönnáll. Eddig a szomszédsági viszony út, árok, csatorna közbeékelődésével volt lehetséges, most ez kiegészült a vasút és a kerékpárúttal. Nagyon fontos, meg kell vizsgálni azt, hogy egy éve fönnáll-e ez a szomszédsági viszony. Mert nyilván akkor lehet érvényesen hivatkozni erre az elővásárlási vagy előhaszonbérleti jogcíme. Nagyon fontos változás, hogy a módosítás követően a haszonbérleti szerződéssel terhelt termőföldek esetében mindenképpen az okiratot készítő ügyvédnek a szerződésben rögzítenie kell az élő haszonbérleti szerződés kezdő és lejárati dátumát, tehát magyarán az időtartamát és a haszonbérleti díj mértékét. Ez elősegíti, hogy a gazdálkodók tisztában legyenek, hogy mikor tudnak adott esetben birtokba kerülni. Ez vonatkozik azokra a haszonbérleti szerződésekre is, amelyek egy később időpontban lépnek hatályba. Közzétételre való alkalmasság vizsgálatot követően a földhivatali főosztály nyilván megkeresi az illetékes jegyzőt a adásvételi szerződés kifüggesztéssel kapcsolatosan, és ezzel egy időben pedig megkeresi a földhivatali osztályt, az illetékes földhivatali osztályt, és kéri, hogy az adásvétel tényét a tulajdoni napra vezesse föl. Ez a módosítás véletlenül segíteni fog abban, hogy esetleg a dupla adásvételek, vagy bármi olyan jogügyletet ne lehessen kötni, aminek mondjuk függvénye az, hogy egy tehermentes tulajdonnap álljon a rendelkezésre. A másik nagyon fontos változás, hogy többször előfordult Tolna megyében is, de országosan is, hogy jegyzői mulasztás kapcsán mondjuk nem 60 napra, hanem 59 vagy 61 napra került levételre egy adásvételi szerződés. Ez azt eredményezte, hogy mindenképpen egy hatósági megtagadó határozat született. A módosítás követően pedig, hogyha ilyen emberi tévedés került a rendszerbe, akkor a földhivatali főosztály ezt észleli, és újra megküldi a jegyzőnek kifüggesztésre, és így akkor a szerződő feleket az időbeli hátrányt leszámítva egyéb hátrány nem éri, tehát nem kell új szerződést kötni, új ügyvédi díjjal számolni, és gyakorlatilag tovább megy a folyamat. Újdonság még a magas vételár fogalma is. Eddig a magas haszonbérleti díjakat vizsgálhatta a megyei elnökség. A magas vételár fogalmánál
eddig vizsgálati szempont a föld, termőföld jövedelem termelő képessége, mint szempont. Volt, ez kikerül, mert sajnos ez nem volt teljesen gyakorlatilag jól működő megoldás. A jövőbeni vizsgálati szempont a magas vételára vonatkozóan, ami május 1-től fog élni, a kamara honlapján megtalálható lesz majd egy adatbázis, amiben községekre lebontva lehet majd az átlag vételárakat megtekinteni, művelési ágakra lebontva, és a kiinduló alap a szerződéskötés megelőző évnek az átlagára plusz 10%. E fölött a vármegyei elnökségnek lesz lehetősége eldönteni, hogy ha nem tartalmaz a szerződés olyan különleges körülményt, ami indokoltá teszi az ettől való eltérést, akkor elutasíthatja vagy támogathatja nyilván ezt az adásvételi szerződést. De mik lehetnek azok a szempontok? Tehát a termőföld domborzati viszonyai, öntözhetősége, megközelíthetősége. Mindenképpen javasoljuk, hogy a szerződést készítő, okiratot készítő ügyvéd, ha ettől a vételártól eltér, tehát magasabb összeg szerepel a szerződésben, mindenképpen javasoljuk már, hogy ebben mindenképpen térjenek ki, indokolják meg, hogy mik azok a körülmények, amik ezt alátámasztják. Az elővásárlási jogcímek során a kertészeti vetőmag előállító, ökológiai gazdálkodó és az állattartó rangsora is módosul. Eddig ezek a jogcímet használó gazdálkodók a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd között helyezkedtek el. Most ezeket a jogcímeket használó gazdálkodók megelőzik a helyben lakó szomszédot. Mindenképpen azt gondolom, hogy ettől azt várja a jogalkotó, hogy az állattartókat próbálja helyzetben hozni. Egyéb más feltételek továbbra is fönt állnak, állattartó esetén továbbra is szükséges megvédeni az állatsűrűségnek, és ezek a jogcímeknél a művelési ágakat figyelembe kell venni, mert nyilván a művelési ágak tekintetében ez további részletezést tartalmaz a jogszabály, főleg a FTV. Hát én Dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani, és kérem a gazdálkodókat, hogy fontolják meg ezeket a változásokat, és a mindennapi gazdálkodásuk ügyintézések során vegyék figyelembe.